Játékos és könnyed formában járul hozzá a gyermekek iskolai tanulásának hatékonyabbá tételéhez a Magyarországon már jól ismert sakpalota program. A polgár Judit által kidolgozott program tapasztalatai azt mutatták az elmúlt években, hogy a bázisiskolák beváltották az oktatási technikához fűzött elvárásokat és reményeket. Egyre több iskola választja be oktatási terveibe a szakpalota programot. A kezdeményezés alapvető célkitűzése az, hogy képességfejlesztéssel segítse a tanulók iskolai teljesítményét, melyben a sak, mint oktatási eszköz jelenik meg. A sakpalotta program keretein belül a Nemzeti Alaptanterben szereplő képességfejlesztő saktantárgyat a helyi tantervükbe beválasztó oktatási intézményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy a módszert kidolgozó, a Polgárjürit Sakkalapítványjal szoros szakmai együttműködésben kiemelt partneré regionális referenciaiskolává váljanak a Sakpalota Program Referencia Iskoláiban a tehetségfejlesztő saktantárgy oktatásához a Polgár Judit SAK Alapítvány által kidolgozott tananyagot és eszközrendszert használják az alapítvány szakmai felügyelete alatt. A tapasztalatok a program jótékony hatásait támasztják alá. A foglalkozásokon a gyerekek játékosan, könnyedén tanulnak, szívesen sakkoznak, közben megtanulnak több lépésben előre gondolkodni. A tehetségfejlesztő sakk átfogó jelleggel jelenik meg az oktatásban. A sakkpalota programot megyénkben már jó néhány iskola akreditálta. A programnak több megyei referenciaiskolája is van, így Nyíregyházán, Kisvárdán, Máté Szalkán és Nagyhalászban is. A stúdióban, a SAKPALOTA programban résztvevő megyei referenciaiskolák egy-egy pedagógusát köszöntöm, akik részt vesznek személyesen is ebben a programban. Köszöntöm László, önöknél hány éve működik a program az iskola oktatási programján belül? Jó estét kívánok! Nálunk, mint sakkolata program, már felmenő rendszerbe 5 éve 2013 őszétől működik ez a sakkolata program, a Polgárgyűjtféle sakkolata program. Miért gondolta úgy az önök intézménye, hogy érdemes bevenni az iskola kínálatába? Mert azt gondolom, hogy ez is lehet egy vonzó tényező az iskolát választó szülők szempontjából is. Tehát, hogy miért választotta az önök oktatási intézménye be ezt az iskola programjába, illetve ön személyesen hogyan került be ebbe a programba? Igen, már iskolánk az régi hagyományokra tekint vissza a sak terén, hiszen már elődeim is már régen foglalkoztak itt Nagyhalázban az iskolán belül, mint a saknak az oktatásával, és 2012-ben, mikor a baptista szeretett szolgált átvette az intézményünket, ezáltal kiemelent kedőnek tekintették azt, hogy a sak, mint tantárgy, az felvételt nyerjen az oktatásba, hiszen 2012-től már a Nemzet Alattanternek is része a sakk, mint tantárgy, és így jöttem én képbe, hiszen sakkot oktattam, és 2013 tavaszán elvégeztem ezt az akkreditált képzést, és 2013 őszétől már, mint tantárgyként is felmenő rendszerben heti egy órában részt vesznek a gyerekek. A felmenő rendszert úgy kell értenünk, hogy már a legkisebbek is kapnak legkisebb, ilyen jellegű képzést? Így van, így van, a legkisebbektől, tehát első osztálytól már ötödik osztályig vannak heti egy órában a sok órák megtartva. Öt év az sok idő azért, rengeteg tapasztalat gyűlik össze ennyi idő alatt. Öh, azt már nyilván kevesebb idő alatt is el lehet dönteni, hogy jó döntés volt-e. A vagy nem, de én azt gondolom, hogy az első az, ami az, miben látják a jóságát ennek a dolognak. Mindenképpen nagyon jó döntés volt az iskola vezetésétől abban az, abba az időszakban, hogy ezt most bevállaltuk, hiszen mint a gyerekek, ugye elsőtől már a legnagy, legnagyobb van fogékonyak erre a tantárra, hiszen már most, mostanában már óvodába is elkezdik ennek a sakporta programnak az oktatását. És ilyenkor még a gyerekek fogékonyak, és jobban el tudják sajátítani ezt a tantárgyat, illetve ennek a sak, saknak az elméleti részét, illetve gyakorlati részét is. Nyilván, aki az életben szabadidős tevékenységként is szeret sakkozni, ő, ő maga megtapasztalhatja magán, hogy a logika, a tervezés is akár könnyebben megy neki. Ez ugye nem egy nagy hátrány, hogyha már a gyerekünk ennek mentén nőnek fel és gondolkodnak bármelyik tantágy kapcsán. Jól mondom, Rita, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Igen, tökéletes, bár hozzátenném, én nem tudtam sakkozni, amikor elvégeztem ezt a tanfolyamot, mert érdekelt a dolog, nagyon-nagyon jó dolognak tartottam, és érdekelt is, hogy hogyan lehet ezt az oktatásban hasznosítani. És én tényleg nem tudtam sakkozni, és a bábokat ismertem, de ennek mentén rájöttem, hogy nekem nem is kell tudni sakkozni, csak meg kell tudnom a gyerekeket el kell tudnom vezetni ezen az úton, hogy a tananyagot egy picit másképpen, másképpen gondolkodva, egy logikusabb síkon tudják megtapasztalni. És legfontosabb dolog talán az, hogy a játék az, ami a gyerekeknek a legjobban tetszik. Mert hát, ha belépünk, ez egy palota. Tehát itt királynők, hercegek, lovagok csatáznak egymással, és az óvodából az iskolába való átmenetnél ez a legfontosabb dolog a gyerekeknek, hogy egy olyan környezetbe érkezzenek, ami az ő számukra még. Fontos, és az ő számukra még érdekes. A felvezetőben ö, több megyei település neve is elhangzott annak kapcsán, ahol referenciaiskolák működnek de nyilván ennél több iskolában működik maga a sakpalota program. Miért válhat egy intézmény, egy oktatási intézmény referencia iskolává a program kapcsán? A referencia intézményi válásnak kritériumai vannak, amit a alapítvány megszabott. Az egyik ilyen, hogy felmenő rendszerben két egymás követő évben első osztályban indítani kell. Minimum két pedagógusnak el kell végezni ezt a tanfolyamot. Nálunk ez megvalósult, mert öten végeztük el. Ezek után bemutató órákat kell tartani, ami nagyon fontos, hogy bemutassuk a környező iskoláknak, vagy az érdeklődőknek, hogy milyen ez a program. Minden évben meg kell, minden évben el kell juttatnunk az alapítvány részére egy képességkésekfejlesztő tananyagot, vagyis nem tananyagot, hanem felmérést, és ez alapján ők tudják mérni, hogy ennek milyen hatása van. Amikor ön ezen a tanfolyamon, továbbképzésen ö, részt vett, akkor értékel meglepetések, vagy egyáltalán lehetett -e ezt tudni egy pedagógusnak, hogy mire számíthat itt nagyjából? Hát őszintén leszek, nem tudtam, hogy mire számítok, de egy fantasztikusan jó továbbképzés volt. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt öt évem legjobb továbbképzése volt, mindenkinek ajánlom, mert olyan dimenziókat nyitott meg az oktatásban, a, a tanításban, amiket addig nem is gondoltam. Én azt gondolom, hogy csak a kreativitás szab határt annak, hogy valaki ezt hogyan tudja be, meg valósítani és bevezetni a mindennapokba, akár a matematikába, anyanyelvi oktatásba, testnevelésbe, még az énekbe is. Ön nagykövetés, is, sak nagykövet is. tehát nem csak, mint a programban résztvevő nyíregyházi pedagógus, Igen. ez mit jelent? A tiszteletbeli sak nagyköveti címet azok a pedagógusok kapják, akik tevékenyen részt vesznek az alapítványnak a munkájában, és a Világsak Fesztiválon, amit Polgár Judit már most harmadik éve megrendez Budapesten, tevékenyen részt veszünk, és kolléganőmmel, Macinguni van mind a ketten tevékenyen részt szoktunk venni, és állomásokon vagyunk, gyerekekkel foglalkozunk Budapesten, és ezáltal népszerűsítjük a programot. Az önök intézményében, iskolájában mióta van a program? 2014. szeptemberétől indítottuk el, mi augusztusban végeztük el a programot, és e különleges módunkban állt, vagy különleges dolog volt, hogy mi 2015 májusában már referencia intézmény lehettünk, tehát egy év után, mert úgy ítélte meg az alapítvány vezetősége, hogy olyan minőségi munkát végzünk, hogy nem kell megvárnunk a két évet, és mi egy év után megkaptuk a referenciaintézményi címet. És a gyerekek szeretnek sakkozni? Szerintem nagyon szeretnek. Én azt gondolom, hogy amikor bemegyek az osztályba, és 25 szempár néz rám, és az mind mosolyog és csillog, és megkérdezi, hogy akkor mikor sakkozunk, akkor én azt gondolom, Ennél fontosabb nincs is. Az nem tudom, mennyire lehet véletlen, nyilván nem az, hogy önnek a fülébe a sak táblalóg <laughs> Igen, nem véletlen, mert én azt gondolom, hogy nem csak a gyerekek, hanem a szülők is értékelik azt, hogy mi milyen munkát végzünk, és ez éppen egy ilyen búcsújándék volt az előző osztályunktól. László nöknél nagy halászban a gyerekek, akik megtanultak sakkozni, és szívesen is teszik ezt, nyilván versenyekre is eljutnak. Tud-e büszkélkedni? Hát igen, nagyon-nagyon büszkék vagyunk a gyerekeinkre, a tanulóinkra, hiszen nekünk, mint nagyhalászi lakosoknak már régi hagyományokra tekint vissza a sakk, és a nagyhalászi sportegyesületben is sakkoznak, a sakszakosztályban sakkoznak gyermekeink, akik megyei bajnokságban vesznek részt. Nagyon nagy büszkeségünk az iskolának, Demeter Dorina, aki a világranglista Első helyen foglal helyet a 12 éves lány korcsoportban, és ő nagyon nagy büszkeség az iskoláknak. Ezen kívül még több minden gyerekkel is büszkékeket, hiszen évre, évről évre részt veszünk az Országos diákolimpiákon, és itt is nagy sikereket érünk el egyéni és csapatban is, ahol egyéni legjobb helyzetünk volt negyedik, hetedik hely, csapatban negyedik hely, tehát nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra. Hány pedagógus foglalkozik önöknél az iskolában a sakoktatással? Egyedül én foglalkozom a sakoktatással. Én fizika szakos tanár vagyok, és nekem egy kicsit nehezebb dolgom van, mint a tanítóné, a kolléganőmnek, hiszen ő tanító, és már nekem első osztályútól kezdve kell foglalkoznom a gyerekekkel, de nagyon szeretnek és nagyon, megsz nagyon megszerették ezt a tantárgyat. Rita, önöknél az iskolában nem néznek ír, így kedve a pedagógusok önökre, akik részt vettek ezen a továbbképzésen, vagy van-e lehetőségük arra, hogy Többen is végigcsinálják ezt. Igen, van lehetőségük, tehát mehetnek, de mi már belső továbbképzések is, továbbképzéseket is tartunk nekik. Tehát minden évben, év végén, amikor már nem járnak a gyerekek iskolába, de mi még igen, akkor továbbképzéseket és különböző dolgokat szoktunk nekik bemutatni, hogy milyen eszközöket tudnak ők még hasznosítani a munkájuk során, és ezt szívesen fogadják és beépítik a mindennapi munkájukba. Szerintem lehet, hogy több kedves néző családjából is meghozták a kedvet, legalább a Lennéljük. sakhoz. Köszönjük, hogy itt voltak a műsorban. Köszönjük szépen. Köszönjük mi is. szépen mi is.